Sok szeretettel köszöntölek benneteket az 52. Reboot Hungary adásában. Adásunk egyfajta közszolgálati, ingyenes, hozzáférhető szakmai webinárium az érdeklődők számára. Kiadásaink, gondjaink persze nekünk is vannak. Ezúton szeretném megköszönni támogatóinknak önzetlen segítségüket, melyek nem csupán anyagi jellegűek, hanem szakmaiak is, és hát lássuk be, időnként jól jön az emberi jó szó is. Szeretném tehát megköszönni kiemelt támogatóinknak, a Newland Médiának, a Mastercardnak, a MediaWorksnek, az AdMediának és a Sivaforce-nak, hogy immáron egy év óta velünk vannak, segítenek, támogatnak bennünket. Adásunk mai címe: kinek a hasznára és kinek a kárára fejlődhet az e-sport. Adásunkban ezúttal olyan szakembereket hívtam meg, akik nem az e-sportot csinálják, hanem annak felhasználói, mondjuk úgy megrendelői, akik felfedezték már, hogy egy új világ kezdődik, egy fejlődő világ, mondjuk úgy, ők az úttörői. Hirdetők, értékesítők, kutatók és tanácsadók. Szeretném tehát bemutatni mai vendégeimet, Bánhegyi Zsófiát, a Szerencsejáték ZRT marketing és kommunikációs igazgatóját, Bihari Zsuzsát, a Village Media ügyvezető igazgatóját, Kelemen Árpádot, a Pricewaterhouse sport üzletág vezető tanácsadóját, Pantl Pétert, a MOL kommunikációs igazgatóját, és végül, de nem utolsó sorban, Takács Borbálát, a UM Magyarország operatív ügyvezető igazgatóját. Első kérdésemmel egyből egy kis alapozás legyen. Kelemen Árpádhoz fordulnék. Itt vagy, Árpád? Itt vagyok. Köszönöm szépen. Szervusz, köszönöm neked még egyszer, hogy eljöttél. Mennyien vannak ma Magyarországon, akik e-sporttal foglalkoznak, mennyien gamerek, ugye ez kicsit összefolyik, kik ők, a korcsoport, az érdeklődési körük. Tudnál elő nekünk mondani számokat, adatokat? Igen, ez elég összetett kérdés, ugye annak ellenére, hogy az egész e-sport gyakorlatilag digitális világban zajlik, még sincsen túl sok egzakt szám. Ugye itt, ha a magyar e-sport közösségről akarunk beszélni, akkor az e-net és az e-sport mill a kutatásához tudunk visszanyúlni. Ők meg nem érték, elsősorban gamer közösségeket kérdeztek, de azért reprezentatív kutatást céloztak nyilván, hogy a felnőtt lakosságnak a többsége, 61%-a videójátékozik, vagy valahogy kapcsolatban van az e-sporttal. Ugye azért, akik hardcore gamerek, azok jóval kisebb arányt képviselnek ezen belül. Nagyjából ennek a videójátékozós közösségnek a 10%-a lehet az, aki hardcore gamer, körülbelül 500 000 ember, és akik e-sportolnak, a kifejezetten versenyszerűen rendszeresen e-sportolnak, ők még kevesebben vannak, az is egy ilyen 10%-a lehet ennek a csoportnak, tehát néhány tízezres közösségről beszélhetünk. Nagyon jellemző erre a közösségre, hogy többségében férfiak alkotják, tehát 90% fölötti a férfiak részaránya, ugye főleg a fiatalabb korosztályból kerülnek ki ezek a férfiak is. Ugye, hogyha megnézzük a Twitch-nek a felhasználói közösségét, akkor ott a 18 és 34 év közöttiek teszik ki a felét nagyjából ezeknek a felhasználóknak, még egy ilyen 21-22%, aki 18 év alatti, tehát gyakorlatilag a háromnegyede ennek a közösségnek az 34 év alatti, többségében férfi. A PwC-nek a Global Media Outlook kutatása is ezt támasztja alá, ez szerint 69% tartozik a 18 és 34 év közötti korosztályba az e-sport közösségen belül. Ugye arra azért lehet számítani, hogy ez a korosztály némileg emelkedni fog, egész egyszerűen azért, hogy mert az Y és Z generáció felnő, és azért sokan maradnak gamerek, vagy ennek a közösségnek a részei. Ugyanakkor talán az is meghatározza ezt a fiatal átlag életkort, hogy a többi hagyományos sporttal ellentétben itt a sportolók 20 éves korukra érik el a csúcsot nagyjából, vagy a 25 éves koruk körül már is mennek nyugdíjba. Nyilván ez egyfajta korlát lehet azon, hogy mennyire lesz ez egy idős közösség, egy idős bázis.
de alapvetően azt elmondhatjuk, hogy ez egy olyan jól szegmentálható szubkultúra, akit viszonylag könnyen azonosíthatunk, azonos ízléssel, kommunikációs csatornákkal, azonos kommunikációs stílussal rendelkeznek. Ugye jellemző rájuk az is, hogy a hagyományos csatornákon nem vagy nagyon kevéssé elérhetőek, tehát nem néznek tévét, hirdetésblokkolókat használnak, nyomtatott sajtót se igazán érik el, inkább a saját fórumaikon, például Twitch-en kommunikálnak, ott lehet őket leginkább elérni. És ami még érdekes jellemző, ugye a sztereotípiákkal ellentétben azért ők hagyományos sportokat is űznek, tehát az a fajta kocka sztereotíp kép, ami sokakban él az e-sportolókról, azért a kutatások és a tapasztalatok alapján nem állja meg a helyét, tehát így háromnegyede ezeknek az e-sportolóknak hagyományos sportokat is űz, járnak edzőterembe, futnak, vagy fociznak, ezek a talán a legjellemzőbbek. Árpád, megkérdezhetem azt, hogy kereskedelmi szempontból mennyire relevánsak ők? Erről tudsz valamit mondani nekünk? Milyen vásárlóerővel rendelkeznek? Ugye ahhoz, hogy valaki e-sportolóvá váljon, ahhoz van egy viszonylag nagy belépési küszöb, hardware, szoftver, periféria termékeket kell vásárolni. Ugye ezek a gamer eszközök nem olcsók. Ugye ezért is adódik az, hogy főleg így a középosztályból, annak is a felső részéből vannak a gamerek. Ugye vagy a családjuk volt olyan anyagi helyzetben, hogy meg tudta vásárolni ezeket a termékeket, amikor a gyerekkorban elkezdik ezt a sportot űzni, vagy hát később már saját maguknak is megveszik. De alapvetően ez egy olyan réteg, aki okos eszközöket használ, sok okos eszközt költ a sportjára, tehát egy erősebb, magasabb vásárlóerővel rendelkezik. Ez a vásárlóerő szempontjából remek, tehát ideális lenne célozni őket. Ugyanakkor azt fontos megemlíteni, hogy viszont nehéz velük kommunikálni, tehát hogyha ilyen haverkodó stílust veszünk föl, akkor annak vannak kockázatai, tehát hogy jól megtervezette. Hát, mindenkivel van kockázat. Ilyen jellegű kockázat. Itt talán hangsúlyosan érvényes az, hogy nagyon jól megtervezett kommunikációs kampányokkal kell őket megszorítani, hogy ne lépjünk abba a folyóba, mint például az EA Sports a Star Wars Battlefront 2-vel. Ugye ők a Redditen negatív rekordot őrzik egy rosszul elsült kommenttel. Tehát, hogy van egy kockázat ennek a célcsoportnak a megszólításának. Hát ez mindenütt van, Árpád. Tehát a közösségi médiában, amikor márkát lopnak, beszólnak egy elektronikai cuccnak, vagy bármilyen tartós fogyasztási cikknél, ez előfordulhat. Tehát ez nem speciális az e-sportra, nem? Igen, ugyanakkor azt gondolom, hogy talán, hogyha viszont sikerül az ő nyelvüket megszólítani, tehát az ő nyelvükön szólni hozzájuk, akkor viszont óriási potenciál van ebben a szegmentben. Azt mondtad az előbb, hogy jól értettem, kicsit donga hangod, ne arra, hogy körülbelül 20 éves korig vannak a versenyzők. Akkor vannak a csúcson. Akkor vannak a csúcson. Igen, 25 éves körül mennek nyugdíjba. Hát én így 59 környékén azt mondanám, hogy szerintem az jó üzlet az mindig utat tör magának, és előbb-utóbb majd jön az e-sport, ahol a szenyorok is remekül fognak tudni most játszani. Most is van a szenyorokra. Na hát tessék, hát ezt mondom. Hagyj kérdezem meg a másik oldalt egy kicsit. Mit jelent a sportkluboknak a gazdálkodásában ma? Leginkább a hazai érdekel, de a nemzetközi van az is jó. Hát mit jelent a profi sportklubok számára az e-sport? Ja, profi sportklubok gazdálkodásában ez nem mondanám egy jelentős tételnek, sőt. De nem is biztos, hogy ez a célja, hogy ezeken keresztül hozza be a profi sportklub a bevételeinek a nagy részét ebben a pillanatban. Ugye a világszerte már több száz futballklubnak van e-sport szakosztálya, itthon is egyre népszerűbb, ugye MTK, DVTK, Honvéd, Debrecen, Fradi, remélem nem hagyok ki senkit, tehát nálunk is több fociklub indul már ezen a téren. Ugyanakkor szerintem nem az az elsődleges célja ezeknek a kluboknak, hogy a bevételeiket elsősorban az e-sporton keresztül hozzák be, inkább a brandépítés, illetve az utánpótlás pótlása, amit idézek a Zorán Miklóstól, a korábbi
távközlési igazgatónktól, ugyanis a hagyományos sportágaknak a néző bázisa, ugye a követői bázisa az folyamatosan öregszik, ez ugyanígy igaz a focira is, már 40 év fölött van az e-sportnál, ugye ez meg bőven alatta van. Ahhoz, hogy ők megőrizzék az utánpótlásukat, akár a nézők, akár a sportolók tekintetében, muszáj szólniuk a fiatalokhoz. Ez lehet az egyik legjobb terep, hogy e-sport szakosztályon keresztül megszólítják a fiatalokat, akikből aztán lehet, hogy néző lesz, lehet, hogy utánpótlás játékos, nyilván ez a ritkább út, de mégis a klubhoz tudnak csatolni egy olyan szegmest, akit most már nehezebben érnek el, mint mondjuk 10 vagy 20 évvel ezelőtt. Értem, hát majd visszatérünk, van egy német csapat, majd a Bihari Zsuzsival kibeszéljük, aki megmentett egy első osztályú futballcsapatot. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, maradj velünk, mert ugye még fogunk beszélgetni. Zsófi, kifejezetten marketing szemszögből kérdezem. Miért, milyen indokok alapján fordultatok ti az e-sport irányába? Nekünk egészen különleges volt az indokunk, tehát más nagy hazai szponzorhoz képest, vagy hirdetőhöz képest, hiszen mi közvetlenül kapcsolódunk most már az e-sporthoz. Nagyon sokszor elmondtuk, tavaly augusztusban bevezettük az e-sport fogadást, tehát, hogy nálunk egy olyan erős célcsoport célzásra volt szükség, aki konkrétan az e-sportot a fogadás élményével összekapcsolják, és igazán meg szerettük volna célozni ezt az úgynevezett gamer célcsoportot. Arra kellett rájönnünk, ugye Magyarországon nagyon kevesen léptek még be erre a területre, és talán inkább márka szempontból, vagy nem annyira az e-sport, az közvetlenül kötődő termékek eladása, vagy promóció szempontjából vannak ott. Arra kellett rájönnünk, hogy nagyon nehéz itt hirdetni. Ami, ahogy már elmondta Árpád is, ugye nem néznek tévét, rádiót, nem hallgatnak, hagyományos hirdetési formákat nem követik, ugyanakkor speciális csatornákon követik az e-sportot, mint YouTube vagy Twitch, és nagyon nehéz, korlátozott a megjelenési lehetőség feléjük, hogy őket elérjük. Minket az is sújt, hogy például szponzorációban vagy játékban való hirdetés szempontjából nagyon sok jogtulajdonos, és ezek a játékfejlesztők ebben a szénában, ők tiltják a sportfogadás vagy a szerencsejáték hirdetők megjelenését. Így mi például FIFA-ba se tudunk megjelenni, csak egy például Cségóban, ami tovább szűkíti a kört. Úgyhogy amire mi rájöttünk, és ahogy az eredmények mutatják, nagyon sikeresen talán, igazából az eredményeink alapján kilőtt ez a szegmens, online és a lotózókban is lehet e-sportra fogadni, és a lotózókban nagyon érdekes, többen fogadnak rá, mint online, de például a Tipmix Pro online sportfogadási felületen ma a harmadik legnépszerűbb, pont megnéztem, az elmúlt hetekben a harmadik legnépszerűbb sportág volt a futball és kézi után, ami azt jelenti, hogy az 50 kínált sportág közül jelenleg a harmadik legnépszerűbb, ez hatalmas eredmény, és nagyon sokat várunk tőle a jövőben is. Amire mi rájöttünk, hogy hogyan lehet itt igazán jól megjelenni, nem hagyományos kampányokkal, hanem ezek a speciális csatornákon való megjelenéssel, a játékban való hirdetéssel, szponzorációval, játékosok, csapatok szponzorációjával, mellé álltunk egy nagy bank mellett a nagy hazai e-sport versenyeknek, és egy nagyon érdekes lépést tettünk, amely közel 50%-a megnövelte a fogadásaink számát. Ez az, hogy egy saját tartalom szájtot hoztunk létre, amely kizárólag e-sporttal foglalkozik, és e-sport fogadásról mindent elmond magyarul. Ez olyan sikeres jelenleg, hogy, és ezt az SRT működteti, ez egy különleges dolog az életünk, vagy álmi vált életében, hogy tartalomszolgáltató lettünk, hogy azt látjuk, hogy a bevezetése óta az addig dinamikusan növekedő, egy 50%-os exponenciális növekedést mutató bevételt értünk el. Úgyhogy ahogy csak így próbáltam rávilágítani, hogy olyan speciális eszközökre van szükség, mint speciális tartalomgyártás, közösségépítés, szponzoráció és magam a versenyekben való megjelenés, amely talán annyira nem működik máshol, illetve a hagyományos sportoktól viszonylag eltér. És még csak egy dolgot engedjetek meg, mert Árpi utalta a célcsoportokra, hogy mi az e-sport fogadásnál egy kicsit eltérő célcsoportot látunk, mint a e-sportolóknál, vagy a gamereknél, ugyanis az 50-es korosztály is megjelenik,
hisz ez a sportfogadókra az jellemző, hogy ők úgy gondolják, hogy hisznek abba, hogy értik, amire fogadnak, követik a versenyeket, értik a játék szisztémát, és így nagyobb biztonsággal fogadnak, és biztosak abban, hogy az ő szakmai tudásuk hozzájárul a szerencséjükhöz. És az 50-es korosztály is, ha emlékszünk, már 20 éve itt van velünk a videójáték kultúra, ismerik ezeket a nagy játékokat, még ha van, amelyik közben kiment, és újak jöttek be, és nagyobb biztonsággal fogadnak, nyitottak ezekre a játékokra, és 18%-uk nő a fogadóinknak, ami magasabb százalék, mint a sportfogadóknál. Ez is egy érdekesség. 15%? 18% az esetfogadóknak nő, igen. Értem. Ez itt a reklámhelye. Megmondanád, hol van ez a weblap, mert akkor, hát hogyha itt páron fölmennénk. Hát meg lettem szólítva az 50 fölöttivel. Kispróbáltad az online sportfogadást, nem, tehát ott van a Tipmix Pro oldalunkon, és aki nem is akar fogadni, annak is egy nagyon izgalmas tartalmi szájt, ugyanis együttműködünk, és speciális együttműködést hoztunk létre az eSport egy újságíró csapatával, úgyhogy igazán mély elemzések, latolgatások, bajnokságbemutatások vannak, nagyon izgalmas, folyamatosan változó tartalommal. Múlt héten ebédeltem valakivel, aki mostanság nem dolgozik, és kérdeztem, hogy mit csinál, és azt mondja, hogy hát egy pici pénzt ráfordított a tőzsdére, mert nagyon szereti a valószínűség számításokat, és nagyon szereti az agyát használni, és úgy pénzt keresni, de hát nagyon veszélyes. Úgyhogy akkor ezek szerint neki lehet ilyeneket ajánlani, ha jól értelmezem. Egyébként meg el kell fogadni, hogy ma már a márkák elkezdtek saját tartalmat gyártani, és ez a médiának egy olyan szilánkosodását jelenti, hogy mindenkinek oda kell figyelni, aki a marketing piacon dolgozik, hogy milyen felületek vannak itt, hol lehet elérni. Köszönöm szépen, Zsófi, maradj velünk, légy szíves. Pant Peti, hallasz minket? Igen, szervusztok! Szervusz! Hát tőled is kifejezetten marketing szempontból kérdezném, milyen indokok alapján fordultok ti az e-sport irányába, illetve milyen döntés szempontjaitok vannak akkor, amikor az e-sport, mert úgy döntöttök, hogy támogatjátok, vagy beléptek. Érde szó, Péter. Fontos szerintem, hogy elkülönítsük az e-sportot és a gaminget. Ugye az e-sport, ha megnézed, akkor a versenyszerűen játszott videójátékok környezete. Ez nekünk jelenleg kevésbé fontos, hiszen mi szeretjük a nagy eléréseket, és a gamer közegben, vagy a gaming oldalon, ami azért nagyon erősen megmozdultunk a tavalyi évben, ez köszönhető volt a pandémiának is, több olyan aktivitásunk is volt. Például a MOL Gamer Magyar Kupa, ahol bevontunk sztárokat, bevontunk nagyon erős arcokat a gaming világából, és egy nagyon jó elérést tudtunk biztosítani. Hogy miért erre megyünk? Hogyha egy számokat kell mondani, akkor nagyjából az e-sport és a videójátékoknak a piac az 1 milliárd dollár versus 160 milliárd dollár, amiről beszélünk. Ugye rengetegen játszanak, de ezek nem versenyző sportolók, tehát teljesen más, mint amikor megnézel egy meccset, és más, amikor lemész játszani a havarokkal a grundra, mondjuk egy foci esetében, vagy mi félprofi játékosként ilyen leigazolt emberke vagy. Mi szeretjük azokat a játékosokat, vagy embereket megszólítani, akikkel később mondjuk lehet kereskedelmi kapcsolatunk is. És az is szerintem egy fontos dolog, hogy nem feltétlenül a 11-12 évesekre lövünk ezzel, hogyha a gamer témában indulunk el, hiszen a 18-35-ös korosztály erősen megadja azt a magját ennek a közegnek, aki már kereskedelem, is fontos lehet akár egy vállalatnak, illetve nem tűnik el az affinitás a családapáknál sem, vagy a családi életben sem, hiszen nagyon sokan játszanak, akár családi közegben olyanokat, mint a sportjátékok, akár egy NBA vagy egy FIFA-ról beszélünk. És az is egy tévhit szerencsére, hogy aki mondjuk e-sportoló, az feltétlenül egy olyan gyógyegér, aki ül a gép előtt és nem tud megmozdulni sem. Rengeteg olyan példa van, és főleg nemzetközi példa, hogy azok az egyesületek, amelyek mondjuk rendelkeznek e-sport szakosztállyal, nagyon nagy hangsúlyt fektetnek például a pszichológiai felkészülésre és a fizikai felkészülésre, mert igenis egy ugyanan állóképesség, ugyanan koncentrációs képesség kell ahhoz, hogy valaki mondjuk a gép előtt folyamatosan órákon keresztül a lehető legjobb teljesítményt nyújtsa, és ugyanúgy azokat a skilleket tudja megmutatni, ami egy sport esetében is fontos. Úgyhogy nem szabad ezt elnézni, és tényleg nagyon komoly elérést lehet mondani a gaming oldalon is, és ha visszatérünk az e-sportra, akkor ezeket az eseményeket online akár 10 milliós nagyságban követik világszerte, és a helyszínen és a Covid előtt
azért nagyon sok olyan stadiont meg tudtak tölteni ezekkel az eseményekkel, ahol 10-20-30 ezer ember is jelen volt, és követte ezeket az eseményeket. Olyan szépen beszélsz az e-sportról, meg a gamingről. Jól értelmezem, hogy a MOL-nak komoly tervei vannak ezen a területen? Vannak megvalósult dolgaink is, és vannak komoly terveink is. Azért nekünk nagyon sok olyan üzletágunk van, ahol folyamatosan szeretnénk az innovatív gondolkodást, meg ezt az újfajta gondolkodást megmutatni, amivel szeretnénk a fiatal csoportot is elérni. Elég, ha csak a közösségi közlekedésre gondolsz, egy MOL, Limo, MOBUBI, akár az elektromos töltőhálózatra gondolok, akár a Fresh Corner-ekre. Úgyhogy igen, mi szeretnénk ezt megfogni, hiszen azt gondolom, hogy ez pontosan olyan szegmens lehet, mint bármelyik sportesemény. Nem hiszem, hogy kiváltaná egyik a másikat, de biztos, hogy itt is meg kell mutatni magunkat, hogy ugyanaz a támogatási politika, hogy ilyen szép szavakat használják meg van, mint mondjuk a foci esetében, a kosárlabda esetében, vagy mondjuk Szilágy Gyermek esetében, aki ugye háromszoros olimpiai bajnok, és pont a MOL alapítványnál tűnt fel, mint egy támogatott sportoló, hogy ezt a fajta tehetséggondozást mi szeretnénk ezen az oldalon is megmutatni. Hát azt akkor elmondhatjuk, ugye, hogy az e-sportolóknak, akik mondjuk a szövetségnek, vagy bárkinek javasolhatjuk, hogy legfőképpen azt emeljék ki, hogy ez egy szellemi játék, mint a sakk akár, ez egy verseny, az izgalom élménye, ugyanúgy leköti az embereket, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy igazán, hiszen az összes érzékszervét használja az embernek, amikor az e-sportot vagy gaminget játszik. Köszönöm szépen, Péter, maradj velünk, légy szíves, és Bihari Zsuzsához fordulnék. Az e-sport hirdetési felületként, reklámként, vagy inkább PR eszközként, szponzorációs felületként érdemes tekinteni? Hát mindezek és ezek kombinációi is. Ugye itt előttem, az előttem szólók elmondták, hogy milyen haszonérvek mentén kezdett a Village Media is érdeklődni a terület iránt. Ugye mi média felületek értékesítésével foglalkozunk, és pont ezek az érvek voltak azok, amik miatt mi nagyon felfigyeltük erre a szegmensre. Ugye itt elsősorban gamer oldalak tartoznak a portfólióban, ezek az új elemek, amik csatlakoztak a mi portfóliónkba, és pont ezen érvek miatt tartjuk nagyon izgalmasnak ezeket a felületeket. Ugye hatalmas elérést nyújtanak egyes oldalak, ilyen ami 4-5 egyedi látogatót is elérnek, ami egy elsősorban egy nagyon vágott célcsoport, ezt Árpád is megfogalmazta, hogy ők elsődlegesen olyan célcsoport, amelyeket nagyon nehéz megszólítani, és ezek a felületek még azért nagyon izgalmasak, mert folyamatosan tartalommal szolgálnak, ugye mi kell egy hirdetőnek, hogy jól profilozható legyen az adott felület, ahol ő megjelenni kíván, jól profilozható legyen az elérése a célcsoportja, folyamatosan aktív, impulzív tartalmakkal szolgáljon, és ezek a felületek ezek erre alkalmasak, és nagyon együttműködnek, és nagyon-nagyon sokféle megoldással rukkolnak elő, amik számunkra nagyon izgalmasak, mert tudjuk a hirdető partnerek számára ajánlani ezeket a felületeket. Ugye kérdezted, hogy PR, reklám, szponzoráció, mindezek nagyon kedvezőek. Itt Árpád elmondta, hogy nagyon óvatosan kell őket megszólítani. A grafikai megoldásokban ugye ők nagyon igényesek, ezek a játékok, ezek abszolút virtuális valóságot hoznak, tehát nagyon igényes kreatívokkal kell őket megszólítani. Hogyha PR cikkekre gondolunk, ott az egyedi hangvétel az nagyon-nagyon fontos, tehát arra is oda kell figyelni, hogyha olyan cikkek jelennek meg, amelyek mondjuk szponzorált tartalommal vannak, akkor azok az ő nyelvezetükön íródjanak meg, megkülönben nem lesz erős az olvasottsága. És szponzorációs megoldások is vannak. Ugye volt szponzorációk, a közvetítéseket lehet támogatni, sőt, hát ezeken a Twitch csatornákon mennek a csetek is, tehát hogy oda is iszonyat aktív ez a célcsoport, ugye multitaskingolnak, és a figyelmük azok pont a játék miatt nagyon-nagyon sok felé tud összpontosulni, tehát ők egy ilyen nagyon impulzív, nagyon érdekes célcsoport, amely ugye a hirdető számára nagyon mondható. Értem. Kinek érdemes az e-sport felé fordulni? Hát, hogy Árpád ugye elmondta, hogy vásárlóerős közegről beszélünk, tehát én elsősorban a prémium szolgáltatások és termékeknek a képviselőit, vagy azoknak a termékeknek a tulajdonosait bíztatnám arra, hogy használják ezeket a felületeket, illetve azokat, akik ezt a nehezen elérhető 18-35-ös férfi
korosztályt választják, gyakorlatilag itt a nagyon széles körben beszélünk. Ugye volt szó arról, hogy ők nem ilyen kockák, akik egy zacskó csipszel vannak a lesötétített szobában, tehát ők nagyon érdeklődőek, sportolnak is, volt kutatására vonatkozóan, hogy milyen széles az érdeklődési körük. Úgyhogy emiatt aztán szerintem nagyon széles körben lehetnek vonzóak. Van egy mániám, azt szoktam mondani, hogy korosodó ifjak. Mindig azt mondjuk, hogy 18-35, de hát tavaly is azt mondtuk, úgyhogy most már mondjuk inkább azt, hogy 18-36, és jövőre meg mondjuk azt, hogy 18-37. Az így. Köszönöm szépen, Zsuzsa, kérlek maradj velünk. Takács Borihoz, Borbálához. Maradtatunk a Borinál? Maradjunk, persze. Köszönöm szépen. Ugye az OM Hungary-nek, vagy az ügyvezetője, rengeteg szponzor, illetve hirdető van nálatok, ügyfelek. A kampányok általában úgy készülnek, hogy meghatározzuk a célt, aztán ahhoz varrunk egy kampányt. A cél lehet párkázás, vagy eladás időnként, ugye, és egyre gyakrabban a márkázás és az eladást is összekapcsoljátok. Nem véletlenül mondom én ezt így. Bori, milyen szempontok vezérelnek benneteket, amikor úgy döntötök, hogy podcast, webinárium, tévé, e-sport felé fordultok? A pontjaink azok azért azonosak azokkal, amiket korábban elmondtak a többiek, tehát mi is azt keressük, hogy egy adott márkának, egy adott környezetben, egy adott termék fázisban mire van a leginkább szüksége. Ahogy mondtad, te is meghatározzuk azt a célt, amit el szeretnénk érni, és utána ahhoz hozzávarjuk a kabátot. Nyilván a legfontosabb az, hogy megtaláljuk azt a célcsoportot, akinek hatékonyan tudunk kommunikálni, és ezen belül is az, hogy azt a célcsoport szegmest, aki mondjuk a márka növekedését a jövőben biztosítani tudja. Ez egyébként manapság szerintem az egyik legnagyobb és egy nagyon érdekes kihívás a szakmának, hogy ebben a folyamatosan változó világban, amiben bár elhangzott már ez is Árpádtól, hogy a sportrajongók előrekszenek, közben épül fel egy új világ, az e-sporttal is, hogy tulajdonképpen egy ilyen reinkarnációban vagyunk, nem csak a sport tekintetében, hanem az összes többi csatorna tekintetében is, akkor, amikor a digitális vagy ilyen virtuális területek felé fordulunk, és azt keressük egyébként legtöbbször, hogy hogyan tudjuk egyszerre megszólítani, egymást nem elidegenítve ezeket a közösségeket. Természetesen egyébként figyeljük, hogy mit csinálnak a versenytársak, és ezeket még ragozhatnám, de azért mondtam, hogy ez nem feltétlenül e-sport specifikus, mert többen elmondták előttem, de azt azért én is fontosnak tartom, hogy most egy kicsit itt keveredik a gaming, meg az e-sport, nyilván az egyik egy sokkal tágabb közösség, és tekinthető úgy, hogy ez is egy hobbi, ami mentén egyébként lehet definiálni különböző fogyasztói mintázatokat, vagy viselkedési mintázatokat, amikre mi utána tudunk lőni a kommunikációval, és az e-sport az meg egy teljesen külön terület, és még arra szeretnék még visszacsatlakozni, most, hogy már előtte mindenki beszélt, én könnyű helyzetben vagyok, mert mindenkire tudok utalni, hogy azért ennek van ennek egy része szponzoráció, egy része tartalom, egy része esemény marketing jellegű, amiben mi azért médiaügynökségként, bár egyre inkább komplex tanácsadói partnerként, vagy kommunikációs tanácsadói partnerként igyekszünk fellépni, ezeken a területeken nekünk viszonylag kicsi a mozgásterünk. Tehát ezek azok, amiben tájékoztatással, kutatásokkal, edukációval tudjuk, információval tudjuk segíteni az ügyfeleinket, a hirdetőket, és ez az, amit most jelenleg az e-sport kapcsán leginkább felvállalunk, mint szerepkör. Tehát, hogy kicsi a mozgástér. Mit kérnél az e-sport világtól, hogy mit csináljon ahhoz, hogy nagyobb legyen a mozgástérünk? Jó, ez nem az e-sportra mondtam, hanem arra... Nem baj, én most erre értettem. Mit kérnék tőlük? Aha. Mint médiaügynökség? Hát igen. Hát, nyilvánvaló, hogy
nekem is az a fontos, hogy ne a podcaston hirdessetek, hanem az én konferenciámon. Tehát az igen, megbízható partnereket, információkat, belépési lehetőségeket, azoknak a megnyitását, azért az esemény szponzorációknál szerintem nyilván itt vannak most olyanok köztünk, akik kivételek, de azért azt hiszem, hogy talán itt is vannak mindannyian, akik kivételek ebben, de azért jelenleg ezek inkább globálisan eldőlő szerződések mentén történnek, helyileg azért egy sokkal nehezebb kérdés ebbe bekapcsolódni. És azért én továbbra is azt gondolom, hogy ez még mindig egy szűk terület, az e-sport, és nyilván az e-sport közönsége is, és a gaming meg az még egy teljesen más kérdés, amit itt említettünk. Azt akár ma már hagyományosnak mondható, mondjuk programatik megoldásokkal, adatalapon is meg tudjuk szólítani ezeket a közösségeket. Ó, erről még fogunk beszélni. Okay. Hagyd kérdezem mindenkitől, és tőled is akkor elsőnek, Bori, hogy konkrétan tudnál olyan felületeket mondani, amelyet az e-sportban érdemes kihasználni? Na most beszéltünk ugye PR-ról, persze beszéltünk arról, hogy ott vannak a videó megosztók, de hogy mik azok a konkrétumok? Tud nekem valaki segíteni ebbe, hogy egy bannert lehet elhelyezni? Vagy, biztos, hogy megvannak ezek a hagyományos megoldási lehetőségek is, és akkor az pedig, ami azt gondolom, hogy ebben a virtuális világban, vagy erre a metaverzum felé elinduló világban hatékony lehet, azokat pedig sokkal kevésbé felületnek hívnám, inkább együttműködésnek, belefolyásnak ennek a közösségnek az életébe, a velük való együttélésnek, élménynek és tartalomnak, ahogy ez Zsófi is mondta, amik szerintem azok a formátumok, amik ezekben a közönség, vagy ezekben a közösségekben működhetnek. Értem. Zsófi Péter, Zsuzsa, van hozzáfűzni valótok? Talán így a Szerencsejáték ZRT oldaláról, ugye nekünk nagyon fontos, hogy úgy érjük azokat, akik közvetlenül játszanak, és kicsit a hardcore-abb csapathoz tartoznak. És ahogy említettem, itt olyan eszközök kellenek, ami az első, hogy nagyon jó, hogyha a saját platformot felépítjük, share közösséget, social médiára sokkal jobban kell koncentrálunk, mi már így Facebook, stb. Mellé a Twitch-et betesszük. Az, hogy a játékokat is hozzájuk, a játékokban hogy jelnünk meg, az, hogy a streamerek saját streamelésében hogy jelnünk meg. Tehát itt a hagyományos, amit mondasz, banner kampányok, az annyira nem működik, tehát ugye teljesen más csatornákat kell elérni, és hát a szponzoráció, a versenyek és a versenyzők szponzorása, teljesen máshogy kell előre mennünk. Mi jövőre például ugye a versenyek mellé sokkal jobban oda szeretnénk állni, és saját tévé műsort is szeretnénk indítani, és már nem a hagyományos tévécsatornán, tehát a saját platformjainkat erősítjük, saját influencerekkel, saját moderátorokkal. És hát ami, itt a válasz. Igen. És ami a lényeg, hogy mi megnéztük, és tényleg a kampánya is megerősítettük, elenyésző volt még a programmatik jelentősége is, ahhoz képest, amikor a közösséget a share platformjainkra tudtuk hozni, de nekünk különleges a közösségünk, ezt hozzá kell tennem, hiszen olyanokra célzunk, akik az e-sport élménye mellé a fogadás élményét szeretnék kötvözni, és ez egy még nagyobb addicionális élmény, igen. Igen, ezt ők hozzáteszik, úgyhogy ezért a mi helyzetünk különleges, de engedjétek meg, hogy még egy dolgot megemlítsek, hogy itt nagyon hurrá optimizmus van az e-sporttal kapcsolatban, általában a pozitív, a növekedést emeljük ki, de nagyon sok érdekes tényező van, ami még instabillá teszi ezt a területet, és ez érdemes erre odafigyelnünk. Például, hogy említette Peti is, mely Szilágyi Áron MOL által szponzorálva, van egy Milák Kristóf, SRT által szponzorálva, megnyerik az aranyérmet, mindenki róluk beszél, és van egy Blazsán Patrikunk, aki negyedik lett az első virtuális e-sport olimpián, szimulációs gépkocsi versenyben, versenyautó versenyben, és senki nem tudja. Ugye pár hete volt Tokió előtt, most először volt egy előolimpia, és az e-sport bejutott, és hogy róla nem beszélünk Patrikról, és ezt mutatja még, hogy azért valahol még az e-sport nagyon messze van attól,
ahova néha gondoljuk, és mi megmértük, hogy csináltunk egy kutatást, hogy a sportfogadók, aki esporttal mindennapokban foglalkozik gamer, vagy esportolók, illetőleg a nem játszó között, hogy ők mit gondolnak erről, hogy vajon sport-e az esport, és amíg a hardcore-abb esportolók is azt mondták, sporttal foglalkozók, hogy csak 53%-uk gondolja azt, hogy sport, és 24%-a általánosságban azt mondta az összes megkérdezetteknek, hogy ez sport. Tehát, hogy itt a megközelítésben azért még van hova felzárkózni, és az üzleti modellben is. Még egyet engedjetek meg, ugye a pandémiára azt tudom mondani, hogy kitört az e-sport, és elképesztő növekedésnek indult, de a bevételek nem. Tehát a hozzá csatlakozó bevételek, ami konkrétan abból ered, hogy merchandising, infrastruktúra, játékba vásárlók, játékkót vásárlók, az 900 millió dollárról 1,1 milliárdra nőtt talán. Tehát itt nem látunk robbanásszerű növekedést. Ugyanakkor az e-sport fogadás 7 milliárdról 14 milliárdra nőtt egy év alatt, tehát hogy csak azt mondom, hogy nem minden területe működik még úgy stabilan, és úgy olyan szint, nem használja ki azt a potenciált, amit talán ki tudna. És pár évemből ez biztos, hogy meg fog változni. Na de hát ez a jó, most vagyunk az elején, most lehet menni a szűz területekre, most lehet kék óceánt játszani, hogy ilyeneket mondjak, tehát azért... Itt van, tessék, hát mire megvárjuk, hogy a többinek sikerül, akkor mi már csak ugye a másodikak lehetünk, a többiek hátát láthatjuk, elnézést kérek. Péter, ti hogy tartjátok, Pan Peti, ti hogyan tartjátok a kapcsolatot a közönségetekkel e-sport területen? Ja, nekünk nagyon fontos volt, hogy saját rendezvény, saját aktivitás és saját tartalomgyártás legyen. Ezt elkezdtük korábban már az egyéb platformokon is, ezért is van a molcsapat.hu, ezért változtattuk meg a Drive magazin, Drive.hu néven ugye a saját tartalmainkat, és ezért is volt a MOL Gamer Magyar Kuba, mert fontos, hogy adatbázis növeljünk, hiszen nem azért investálunk ebbe pénzt, hogy ezt az elég szépen összegyűjtött adatbázist azt hagyjuk utána veszni. Persze nekünk is meg kellett tanulni, hogy milyen felületek vannak, hogy nem lehet hagyományos programmatik, vagy social media kampányokkal elérni őket. Igen, fontos a hangvétel is sokkal könnyebben pattansz visszarúlunk, mint egy átlag fogyasztóról, és a Twitch-en és az egyéb felületeken is szeretnénk a márkát olyan termékelhelyezésekkel megmutatni, ami lehet, hogy egy picit kilép attól, hogy a MOL brandet mutassuk meg, hanem sokkal inkább egy Fresh Corner kávé kerül előtérbe, vagy egy szendvics kerül előtérbe, vagy egy olyan ásványvíz, ami szinten a cégcsoporthoz köthető. Tehát mi próbáljuk ezt a brandek összességével körülbástyázni, és próbálok olyan autentikus termékelhelyezéseket megmutatni nekik is, és ezáltal a nézőknek is, amivel a márkát be tudjuk helyezni minden nap életben. Értem, köszönöm. Árpád, nemzetközi kitekintéssel mit lehet látni, hogy a marketing szponzoráció, tehát ez a terület, amiről ma mi beszélünk, mennyire van jelen az e-sport világában? Abszolút jelen van, és csak miközben Péter beszélt, eszembe jutott, hogy ugye az e-sportnak az egy nagy előnye Magyarországról tekintve, és hogyha regionális cégek, mint mondjuk a MOL, akik ugye nem csak egy országban vannak jelen, ugye olyan előnyöket is ki tudnak aknázni, hogy egy-egy hirdetéssel ugye rögtön nemzetközi piacot érnek el, és ugye nemzetközi közösséget, szóval ez is egy nagy előnye. Egyre inkább szponzoráció is, ugye hirdetések is jelen vannak. Én amit kiemelnék, az egy nagyon izgalmas terület nemzetközi szintéren. Az in-gaming hirdetések, amikor a játékon belül jelennek meg a márkák, ez tud lenni szerintem egy olyan izgalmas terület, ami amennyire én tudom, bár nem vagyok kommunikációs szakember, de nem vált ki ellenérzést a közösségből, ugyanakkor mégis el tud érni egy-egy márka egy nagyon jól lehatárolható célcsoportot, szegmenset ezekkel az in-gaming hirdetésekkel. Értem, hogy nem vagy marketing szakember, de hát azért kutattad meg, szakértője vagy. Hogy kérdezzem meg, hogy néz ki egy in-gaming hirdetés? Hogy kell ezt elképzelni? Többféle verzió van, ugye? Gyakorlatilag a hagyományos sportokhoz hasonlóan, mondjuk amikor egy szimulációs játékról beszélünk, mondjuk egy FIFA játékról, ugyanúgy megjelenhet körbe a hirdetés, a mezen a szponzorok, azok lehetnek a mi márkáink logóival ellátva, de mondjuk egy fél időben, amikor
megjelenik egy márkanév, akkor az ugyanúgy hasonlóan a hagyományos sportokhoz beépíthető a virtuális játékokba és az e-sportokba is, szóval igazából a hagyományos sportok mintájára nagyon sok minden megjelenik a virtuális térben is, e-sport esetén is. Köszönöm, Árpád, látom, Péter jelentkezik. Tiéd a szó, Péter. Köszönöm szépen, csak visszacsatolnék Árpádra, ugye itt a regionális aktivitások terén, hogy azért az fontos, hogy ahogy a szponzoráció terén ugye a MOL egy csoportszintű stratégiát követ, így azért a gaming és e-sport tekintetében is próbáljuk azt a fajta tudást, know-how-t, azt a fajta információs sharinget az országokkal megosztani, illetve helyrehozni, vagy létrehozni, amit szerintem azért fontos, mert hogy az eredményeket sokkal jobban tudjuk utána begyűjteni és konszolidálni. Tehát nekünk azért van egy erős horvát piacunk, van egy Szlovákia, egy Csehország, Románia, csak nagyon környező országokat nézzük, ahol erős retail bizniszel is megyünk, és pont azokkal az adatbázisokkal, amiket ezáltal építünk, éppen egy lojálti kampány, vagy bármi olyan retailes aktivitás nagyon jól megtámogatható, és innentől kezdve egy egész erős üzleti lábat tudunk behozni, és nem csak egy pusztába kiáltott szó, és nem csak egy szponzoráció. Ezt értettem akkor, amikor azt mondtam, hogy márkázás és kereskedelem eladás, amikor az adatokat szépen elkezdjük összekötni egymással. Van-e valakinek ehhez még hozzáfűzni valója? Zsuzsa, jól látom? Igen. Tiéd a szó. Köszönöm. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ezek a tartalomszolgáltatók, akik foglalkoznak ezzel a területtel, folyamatosan törekszenek arra, hogy minél innovatívabb és minél inkább profitabilis megoldásokat ötöljenek ki. Tehát például a Twitch csatornákon is a közvetítések már olyan minőségűek, mint egy egyéb vagy sportesemény kapcsán, sőt, tehát ugye még izgalmasabbnak kell lenni, hogy megtartsák a látogatókat. Ők 250 órányi közvetítést produkálnak havonta, ami azt jelenti, hogy folyamatosan igyekszenek olyan tartalmat szolgáltatni, ami miatt ők folyamatosan vonzóak lehetnek. És ugye a szövetség is megalakult a Hunász, ami a sportolókat segíti, és a bajnokságokat, és a csapatokat támogatja. Tehát ebből a szempontból azért az e-sport és a gamer oldalak tartalomszolgáltatók része van, vannak, és igyekeznek ezt a növekedést ezt megőrizni, és még inkább produkálni. Úgyhogy ami viszont nekünk értékesítőként, ez nagyon előnyös, mert minél több lehetőség. Tehát a közvetítések során most már ugyanúgy fotokat fognak árulni, mint a klasszikus tévécsatornákon, úgyhogy nagyon-nagyon sokféle lehetőséget adnak. És egyre inkább kinevelik azokat a sportolókat, az e-sportolókat is, ők folyamatosan támogatják, és egyre több tartalomban próbálják őket népszerűsíteni. Ők ebben a még egyelőre szűk közegben ők nagyon népszerűek, tehát egy-egy eseményen a velük készülő fotókért sorba kell állni, és tehát a merchandising is előbb-utóbb elindul majd egy olyan, hát nem tudom, hogy olyan szintre eljut el, de biztos, hogy erősödik majd ez a terület is. Azért ez a kicsi célcsoport, ezért próbálok, meg is van 640 ezres a hazai e-sport közeg. Azért az nem pici. De most gondoljunk el, hogy... Ez e-sport iránt érdeklődő közeg. Ebben mindenki benne van. Ez alles zusammen, mindenki. Hát nem, aki mindenki játszik, az ugye az 3,5 millió, de ugye itt ebben már benne van az egy növekedés, ugye a mobil. És ez nagyon fontos, hogy a mobil az viszont már egy personál média, ahol mérhetetlen mennyiségű adat is keletkezik, tehát nem csak a spottok, hanem az adatok azok, amiket jól lehet használni, de hát ezt az előbb a Pan Péter is, meg a Zsófi is elmondta. Bocsánat, fordítok, kellett volna mondanom. Zsuzsa, ha már nálad van, még szeretnék, parancsolj! Egy nagyon gyorsat, hogy gyakorlatilag júniusban a Twitch csatornánk ezek az e-sport közvetítéseket 230 ezer nézők követte, ami azért szerintem egy jelentős. Ez nagyon-nagyon szép szám, mert ugye, ahogy az elején mondtam, itt kézzel-lábbal figyelnek, már bocsánat, hogy így mondom, de az összes érzékszervükkel ott vannak, ezt nem lehet, tehát a játékot nehéz háttérben végezni, olyan van, hogy multitaskingolnak, amit az elején mondtál, de hát azért, Zsuzsi, befejezted, Zsuzsa? Lehet egy márkaépítés központi elleme az e-sport, szerinted?
Hát, hogyha az adott márka a célcsoportjaként ezt a célcsoportot vagy elérést határozza meg, akkor ez egy nagyon-nagyon jó kiindulási alap lehet. Ugye egy márkának az a fontos, hogyha megcéloz egy közeget, ezt viszonylag jól tudja profilozni. A márkák most már nem csupán számokban mérik az eredményeket, szeretnék pontosan tudni, hogy az, akikhez ők szólnak, ők milyen fogyasztási szokásokkal, milyen médiafogyasztási és egyéb termékek fogyasztási szokásaival bírnak, tehát abszolút igen, nagyon-nagyon jól megfogalmazható most már a gamer és a telesport iránt érdeklődő közeg, és mondom, iszonyat fél, nagyon sokféle megoldással rúgalnak kerül, ami egy márkának azért is jó, mert tartalmat generálhat által, mellé állhat esemény mellé, szponzorálhat sportolót, megjelenhet grafikai elemekkel, üzenetekkel, nagyon-nagyon sokféle lehetőség van. Úgyhogy igen. Értem, köszönöm. Van-e valakinek ehhez hozzáfűzni valója? Köszönöm, Zsuzsa. Bori, ti a saját marketing stratégiátokban ezt továbbíve ezt a gondolatot, hogy a márkaépítés központi eleme az e-sport. Hova sorolnátok a saját marketing stratégiátokban prioritás alapján az e-sportot? Érdekes. Nem akarom magamat ismételni, de nekünk... Nyugodtan, ismétlés a tudás. Jó, tehát hogy az a fajta szponzoráció és tartalom alapú megközelítés, amiről azt gondolom, hogy igazán értékes, nem ellentmondva Zsuzsának az előbb azért az, hogyha nyilván valahol megjelenik egy 230 ezres nagyságú közönség, azt észleljük, és azután elindulunk. Amennyiben ez valóban a márkának ennyire fontos, hogy a márkához jól kapcsolható. Ettől függetlenül ez azért még momentán számunkra egy olyan kiegészítő vagy nincs területként tud megjelenni, ami pillanatnyilag nem kilöki a többi médiatípust, vagy helyettesíti, hanem inkább pont ez, amit az előbb is mondtam, hogy egy jól meghatározható, jól körülhatárolható, meg amit a többiek is mondtak, egy jól körülhatárolható célközönségnek a pontos elérése egy olyan mentális állapotban, amikor egyébként egy alapból egy intenzív interakcióban van az eszközzel, ahol mi is ott tudunk lenni. Tehát pillanatnyilag ez itt van, nem a tömeges elérésnél, és nyilvánvalóan nem is az edukációnál, sokkal inkább a márkaépítésnél tud ez megjelenni egy releváns márka számára. Köszönöm szépen, Bori. Emlékeim szerint a Szerencsejáték RT az önszabályzó reklámtestülettel közösen dolgozik azon, hogy itt se legyenek függőségek. Itt kell itt annyiban pontosítanék, hogy erre a területre inkább jelző a HUNESZ-szel való együttműködésünk, ugye ők a Magyar E-sport Szövetség, igen. És kötöttünk egy hatalmas együttműködést több évre, ami abból ered, ahogy mi hozzáunk egyébként alapból a saját működésünkhöz, a hirdetéseinkhez, és ez a felelősség. Tehát ebben vagyunk mások, ugye állami vállalatként, nemzeti lottótársaságként a mi profit elvárásainkat felülírhatják a teljes játékszervezési szempontok, és felül is írják. Tehát mi nem maximáljuk a bevételünket, hanem folyamatosan bekorlátozzuk magunkat annak érdekében, hogy védjük a játékosainkat. És itt egy olyan szerepet vállaltunk, hogy nem csak azt vártuk, hogy a fogadásnál ezt abszolút érvényesítjük, illetőleg a reklámjainkban maximálisan a legszigorúbb elvet halljuk itt, és az ÖRT-vel azon működünk együtt, hogy ők a saját nagyon szigorú etikai, reklámetikai kódexünket ők ellenőrzik, hogy mi betartjuk-e, ami szigorú minden más vállalaténál. Ilyet eddig rajtunk kívül senki nem kötött velük, ők ezt történelminek jellemzik, mi is nagyon örülünk neki. És amiben a HUNESZ-szel együttműködünk, az pedig az, hogy van egy szenzitivitás az e-sportban, nem csak a fogadásban, hogy ez az ellenállás, szülők, pedagógusok, hogy vajon meddig egészséges, honnan nem az, mik az előnyei, mik a hátrányai, hogy viszonyuljunk hozzá, és mi itt léptünk be, és adtunk financiális hátteret a HUNESZ-nek ezekhez a programjaihoz, szemléletformálás, szülőkörnek webináriumok, pedagógusoknak képzés, és a professzionális versenyek kialakítása, versenybírók
és sportolók továbbképzése. Ugye, és ez is nagyon fontos, hogy egy tiszta játékot szeretnénk Magyarországon. Ugye, mi szerepvállalásunk, egyébként hosszú távú márkaépítésünk alapja is ez ebben a szektorban. Hiszünk abban, hogy ez a hozzásunk egyébként hosszú távon üzleti értéket is teremt. Hadd kérdezem mindannyiótoktól, szerintetek mi lesz a e-sport következő célpontja, generációs célpontja? Árpád? Alapvetően arra számítok, hogy úgy fog bővülni az e-sport közösség, hogy öregszik az Y meg az X generáció, de az utánpótlást fogja ugyanúgy. De az lassú. Az évente csak egy év. Nehezen tudom elképzelni, hogy aki 40 éves koráig nem lett gamer, az hirtelen az lesz. Hát, de ettől lesz csodálatos feladat, hogy mégis megoldjuk. Én szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy az idősebb korosztályt utólag be lehet-e vonni. Szerintem organikusan fog bővülni. Uh-huh. Van ehhez hozzáfűzni valótok? Zsuzsa, Zsófi, Bori, Péter? Próbálok visszaidézni egy nemzetközi kutatást, az idősebb korosztály erőteljesen jelen volt, mint konzoljátékok és gamer szegmensben, csak nem itt eszembe a kutatásnak az időszaka sem, de egy nemzetközi kutatás az kimutatta azt, hogy az idősebb generáció is érdeklődik, nem hazai viszonylatban, hanem nemzetközi. Hát persze, ne higgyük azt, hogy az idősebbek nem szeretnek játszani. Szeretnek játszani az idősebbek, de hogy Árpád elmondta azért ahhoz, hogy valaki ezt a hobbit akár amatőr szinten üzze, olyan infrastruktúra szükséges, aminek a megvásárlása azért korlátozza a lehetőségeket, úgyhogy talán ez lehet a hazai gát, és hogy legyek én az e-sport ügyvédje, de hát ott a mobil mindenkinek ott van a kezébe, és hogy ott van a holt idő, amikor a fogorvosnál vagyunk, vagy a párunkra várunk a cipőboltba, hogy megvegye a 200. cipőjét, és akkor milyen jó lehet ott játszani, és akkor oda azért be lehet küldözgetni hirdetéseket, nem? Még az idősebbeknek is. Jó, köszönöm szépen. Ha most leszállna az angyal, és azt mondaná nektek, hogy kívánhattok egy valamit az e-sport érdekében, az e-sport jövőjét érdekében, akkor mi lenne az? És hogyha lehet, akkor ABC sorrendben mennénk, Bánhegyi Zsófival kezdenénk. Mit kívánnál az e-sportnak? Azt a szabályozottságot, ami a hagyományos sportra jellemző, hogy itt egy nagy hiátus, hogy máshogy épül fejtszen a sportág, a játékfejlesztők kezében vannak a jogok, stb. Teljesen a szabályok és a standardek még hiánya még nagyfokú jellemzi ezt a szektort. Én azt kívánnám, hogy ez minél előbb oldódjon meg, és Magyarországon is akár így jogszabályilag ez rendeződjön. Köszönöm szépen. Bihari Zsuzsa? Ugye kívánhatnék, akkor én még több magyar vonatkozású e-sport sikert kívánnék, mert ezek lennének azok a tartalmak, amik egyre inkább szélesebb közegben ezeket a tartalomszolgáltatókat segítik abban, hogy minél népszerűbb legyen itthon. Tehát én hazai e-sport sikereket. Adjunk több hírt róla, hogyha van már egy olimpiai bajnokunk, akkor arról. Igen, és egyre több sportoló érjen el olyan szintet, és kerüljön be olyan nemzetközi porondokba. Itt ugye inkább a jelentősebb pénzdíjak azok, amik nagyon érdeklődővé teszik a közeget, úgyhogy minél több anyagi és sportsikert érjenek el ezek a sportolóink. Nagyon szépen köszönöm, Zsuzsa. Kelemen Árpád, PricewaterhouseCoopers. Thomas Bach szerint az olimpia szellemiségével nem összeegyeztethető az e-sport, én azért mégis azt kívánom, hogy előbb-utóbb legyen olimpiai sportág az e-sport. Ugye azt nyilatkozta, hogy az erőszakossága miatt az olimpia szellemiségével nem egy összeegyeztethető, hiába van már egyfajta közelebbi együttműködés az IOC-vel, de mégis szerintem, amíg Thomas Bach az IOC-nak az elnöke, addig nehéz terepe van ilyen szempontból az e-sportnak, de mégis azt kívánom, hogy minél előbb legyen az e-sport is olimpiai sportág, és
Milák Kristófok meg Szilágyi Áronok mellett szurkolhassunk a magyar e-sportolóinknak is, akik különböző érmeket hoznak. Úgyhogy én ezt kívánom, ha egyet kívánhatnék az e-sportnak. Köszönöm szépen. Pan Peti? Árpádhoz csatlakoznék, ez nekünk szponzori oldalon is nagyon jó lenne. Illetve ami nekem még egy nagy vágyam lenne, az pedig az, hogy találjunk meg olyan lehetőséget, hogy még egy FIFA-ban ne csak külföldi csapatok, hanem mondjuk magyar bajnokság részvevői is bent legyenek, és mondjuk a MOL Fehérvárnak a játékosa is ott legyenek egy konzolon elérhető játékon, azt szerintem nagyon jó dolog lenne. Én meg a FIFA-ról szeretnék meg ilyen hirdetéseket, de nem tudom. Hát igen. Na, tehát én is a Zsófihoz hasonlóan minél jobban rendezett és biztonságos kereteket kívánok a márkáknak. Médiaügynökségként nem hagyhatom ki, hogy adatot szeretnénk, minél többet, amire építeni, meg elemezni tudunk, és több szenior játékost az e-sportnak. Értem. Nagyon szépen köszönöm Bánhegyi Zsófinak, Bihari Zsuzsának, Kelemen Árpádnak, Pantl Péternek és Takács Borbálának, hogy velünk voltatok. Sziasztok, minden jót kívánok! Köszönjük! Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.